Kinyílott az aranyeső, én voltam ma a legelső, hangzik az ismert locsoló vers. A Sóstói Múzeum faluban 2018-ban volt utoljára húsvéti rendezvény, idén azonban újra nagyszabású programsorozattal készülnek. A falusi húsvét eseményei nagy pénteken kezdődnek, minden nap húsvéti tojásfestésre invitálják a látogatókat, emellett hagyományos húsvéti ételek készítésében is részt vehetnek az ideérkezők. A legtöbb program húsvét hétfőn várja majd az érdeklődőket, a hagyományos locsolkodást pedig nem csak nézőként követhetik a vállalkozó kedvűek már szerintem sokan várják azt, hogy a nyírségtánc együttessel együtt locsolkódhassanak, a fiúk locsolják a leányokat. Hál' Istennek érkeztek olyan megkereséseket is, hogy, megkeresések is, hogy hozzunk-e váltó ruhát, igen, mondjuk, hogy hozzanak váltó ruhát, hiszen ha máshol nem ezt a hagyományt itt meg tudják őrizni, fel tudják eleveníteni a múzeum faluba. Gyermekprogramok, húsvéti kézműves foglalkozások, tánctanoda is várja hétfőn a családokat. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepén Isten tiszteletet is tartanak a Múzeumfaluban. A hagyományőrző programok mellett új állandó kiállítással bővül a látnivalók sora. A múzeumfalu ezen a napon egy új kiállítással gazdagodik, hiszen hungarikan pályázat jó voltából nyílik meg a turistvándi csűrünkben egy szabocat már Bereg értéktár elemeit felsorakoztató állandó kiállítás. Digitális elemeket és olyan leírásokat tartalmaz a kiállítás, amivel kicsik és nagyok megtalálják az érdeklődésüknek megfelelő értékeket. És nagyon fontos az, hogy játszósarkot is kialakítunk, tehát hogy amíg a szülők olvasgatnak, bíbelődnek az értékek között, addig a gyerekek akár tudnak játszani is a húsvét a valláson kívül a tavasz eljövetelének időszaka is. A keresztény egyház szertartásaiban a 40 napos böjtöt a húsvéti ünnepek követik. Az ünnepkör pünkösdel zárul. A húsvéttól pünkös vasárnapig tartó időszakot húsvéti időnek is nevezik.